Az idei év első kiállítás megnyitójának adott otthont a Jászberényi Mozi emeleti galériája. A különleges képek alkotója Jászberényi Ivanics Kitti, kinek ügyességére és művészi egyediségére nem most figyeltek fel első alkalommal. A tavaly nyáron megrendezett Múzeumok Éjszakája elnevezésű országos programsorozat helyi rendezvényén dr. Szabó Tamás polgármester galéria nagydíjat nyújtott át Ivanics Kittinek a rangos szakmai zsűri értékelése alapján az elképzelt jelen képzőművészeti pályázaton benyújtott Színblokk című munkájáért. Első önálló tárlatára több mint 30 rendhagyó alkotást hozott magával. Ezek egy része figurális, kartonból készült kollázs jellegű alkotások, de megtalálhatóak konyhai témájú festményei is, illetve témájában és technikailag is leegyszerűsített tájképei. Mindig a látvány az, ami befolyásol, akár figurális, akár táj, akár egy csendélet. Mindig felmérem előbb egy kicsit a terepet, végig gondolom, hogy mit szeretnék megcsinálni belőle, mit szeretnék kiemelni, hogyan szeretném megcsinálni technikailag, hogy beépítek pluszanyagot, nem építek bele, vagy csak a festékrétegekkel játszok egy kicsit, hogy kevesebb, több. És általában így ezek határozzák meg, hogy hogyan alakul egy kép. Ha van rá módom, akkor végigviszem, tehát nem adom föl, folyamatosan csinálom, de előfordul, hogy kell egy kis szünet, és akkor utána újra nekilendülök. Kitti kiállított képei között megjelennek a jászdózsai művésztáborban született alkotások, de diplomamunkái is megcsodálhatóak a fiatal művésznek. Kiállításán egykori rajztanára Szántai Katalin mutatta be a festőművész eddigi pályafutását. Jelenleg a Nemzeti Galéria szervezésében az úgynevezett galéria körben képezi magát. Több csoportos kiállításon mutatta már be festőművészt. Ez a színű alkotását 2013-ban beválogatták a Salgó Tarjáni tavaszi tárlatra a Dornyai Béla Múzeumban. Általában akrillal dolgozom, ezt szeretem a legjobban, mert gyorsan szárad, és tudok is vele haladni. Illetve plusz anyagok használata. Itt a mögöttem lévőknél ugye kartont használtam, tehát plusz anyag beépítésénél, de volt, vagy van olyan munka is, ahol például pasztelkrétát, vagy grafitceruzát építettem be a festésbe, vagy alufóliát illesztettem bele, tehát mikor mi jön éppen ötletnek, és akkor így az. Izgalmasok a textúrák? Igyekszem azzá tenni. Nekem igen, én nagyon szeretem az ilyen felületi játékokat. Ivanics Kitti kiállítása március végéig tekinthető meg, naponta 15 és 22 óra között díjtalanul. Olyan Sinkó István és Mász István.